Most a magasság egy lehelet finom sportágával ismerkednek majd meg. Ezeket a pillekönnyű modelleket a hétvégén láttuk mi is a Műszaki Egyetemen. Csodálják velünk. Modellezésről mindenkinek a motoros gépek, vagy a vitorlázók, vagy talán a papírból hajtogatott modellek jutnak az eszébe. Ezek pedig valami egészen más mutatnak. Ezek a modellek ugyanúgy részei annak a nagy családnak, mint a többi. Nagy különlegesség az, hogy a súlyuk rendkívül extra. Egy 65 cm fesztávolságú, körülbelül 70-80 cm hosszúságú modellnek a előírt minimális súlya, 1 gram, nem lehet kivinni szabadba. Ezeket csak zárt helyen, húzatmentes, légörvénymentes helyen lehet repíteni. Magyarországra ugye a 40-es évek elején érkezett ez a kategória. Pont ebben a teremben, ahol most vagyunk, a Műegyetemi Aulában kezdődött, ez volt az egyik bölcsője. Mi váltotta ki ezeknek a modelleknek a létrejöttét? Akik nyáron szabadban repülő modellekkel foglalkoztak, azok, hogy télen is tudjanak repíteni, elkezdték ugyanezt csinálni zárt helyen. Mennyire ott készül egy ilyen modell? Hát műfaja válogatja, a legkisebbeket esetleg egy-két dél után meg lehet csinálni. A nemzetközi versenykategória modellje az a 40-50 óra körül van. Azt hiszem, ez egy sikeres felszállás volt. Miből áll a géped? Milyen anyagokból? Hát egy speciális anyagból. Balzafának hívják, Dél-Amerikába terem. Az, hogy sikeres tart volt, az majd kiderül, mert még egyelőre nem emelkedett fel a kellő magasságban, most még csak itt vegetál egy bizonyos másfél-két méteres szinten. Milyen anyagokból van ez még? Hát egy mikrofilm nevezetű speciális lakanyagból. A törzset, ami merevíti, az wolfram szál. A szárnyat pedig egy nikkel-krom szál. Láttam, valamilyen motor is hagyja ezt. Így igaz, ez egy Pirelli gumi. Nagyon vékonyra, kb. Egy négyzetmilliméteres keresztmetszetre van vágva, utána ez hajtja a repülőt. A repülő modellek és orgázmot, hogy jön ez itt össze? Ez az egyik eszköz, amivel a szabályzat lehetővé teszi, hogy az ütközést, az esetleges kisorlódás megakadályozzuk a modelleknél. 8 méter hosszú bot használható, a másik ilyen eszköz pedig egy hélium balon.